Sziasztok, itt Benedek ismét. Na, jól van, második rész. Nézzünk is fuvart. Azt mondja, hogy gyors fuvart. Na, Bratislava, Cseh országban, vagy mi ez? 133 kilométer. Jó, ezt elvállaljuk. Oké. Ez így hangzott. Na. Akkor majd hát megint nyikorolni fogunk, nem sikerült megoldani a problémát. És akkor az egy új merci. Már kezdjük. Bocsika. Ez se lesz olyan túl hosszú videó, mert na, hogy mondjam, megyünk el apujékkal. Jobbra. Ujjaj, na az utón vagyunk. Jó. Oké. Ugye a múltkori felvételen Adrián volt itt mellettem, de mivel ő szűsárkányi, ezért most Ricsit meghívtam, mert az is, vagy hát nem az, ő is ilyen nagy Eurotrack rajongó, aztán hát gondoltam, hogy itt van a helyben, nem lakunk olyan messze, gondoltam, meghívom. Hadörüljön. Na, jó, hát akkor haladunk szépen. Valamilyen fát viszünk, nem tudom. A Facebookon van egy csoportom, és a neve Eurotrack Simulator 2, Benedek Gábor. Ezt a csoportot azoknak csináltam, akik nézik a videókat, úgyhogy nyugodtan jelentkezzetek, felveszlek titeket, bármilyen kérdés nélkül. Ott vannak a videók, hogyan készülnek, mikor készült, hogy nyugodtan kérdezhettek bármit. És hát, ja, remélem jól érzitek magatokat. A varázs érintés. Most kicsit jobb lett. Na. Jól van. Na, akkor ez a második rész. Nagyon örülök. De máma van tizedike. Tizedik hó tizedike. Hát akkor megyünk az autópályán. Na, Brno felé. És nem tudom, melyik céghez megyünk, mindjárt megnézem. Azt mondja, hogy itt van Brno. Na, igen. Ez az E-Arces, ez a mi mezőgazdasági cég, hogyha jól tudom. Ricsi meg itt röhög mellettem, nem tudom miért. Tényleg mi nem is köszöntöttem, üdvözöljétek Ricsit. Szavaztok. Kicsit megilletődött. Jaj. Amúgy tök jó az a mód, tudom ajánlani mindenkinek. Nem nehéz letölteni. Hogyha megvan az eredeti játék, sec perc alatt megvan. Úgyhogy majd arra egy külön videót csinálok, hogy azt hogy lehet. És akkor ezzel remélem, hogy sokatoknak tudok segíteni. És ennek kifejezetten örülök, hogy ugye tegnap tettem fel a bemutató videót. Azt már 40-en megnézték, vagy 41 páran, és már 4-en feliratkoztak rá, úgyhogy azt köszönöm. És hát szívesen várom erre is a további nézőket, feliratkozókat. És ezt már tegnap is mondtam, hogy nyugodtan írjátok meg a csoportba, hogy merre menjek, milyen fuvarokat vigyek, milyen kamionnal menjek, hogy megpróbálom őket teljesíteni. Ezekbe a modokba, hát ezt nem tudom, ez nem könnyű feladat. Opa. Vigyázz. Úgyhogy ahhoz majd valami segítséget kérek, hogyha szeretnétek.
remélem meg tudom oldani. Na, 60 kilométer van hátra. Ugye, megint nem a saját Volvo kamionommal megyek. Mert tegnap mondtam, hogy még ilyen hosszú fuvarokat annyira nem szeretnék. Majd szépen fokozatosan, lassan megy egyre felfelé a fuvarok száma is, meg a kilométerek száma is egyre hosszabbak lesznek. A tegnapi videó 11 perc 13 lett, ez szerintem most olyan 15 perc 14 perc körül lesz, de nem biztos, majd meglátjuk. Kilométertől függ. Ja. Na, jó van, akkor ismét itt megyünk az autópályán. 80-as tábla, 90-nel megyünk. Tempomatot nyomunk. És akkor szálljuk a kanyarokat. Oké, itt nem sokára lemegyünk, hogyha jól látom. Nem tudom, hogy néztétek, amíg csatornákat tegnap ajánlottam, a Mazsó Place, meg az Adrián Horvátot. Remélem tetszett, hogyha megnéztétek. És hogyha bármilyen csatornáról tudomásom van, akkor azt szívesen bemondom. Meg írjátok be, hogy milyen filmeket szeretnétek még nézni, és akkor én megpróbálok olyan embereket szerezni, akinek olyan csatorna, és hát azzal foglalkozik a csatornája, hogy olyan játékokkal játszik. Na, mindjárt meg is érkezünk. Úgyhogy hamarosan vége lesz ennek a videónak is. Majd jövő héten, valamelyik nap, esetleg akkor lesz majd egy másik fuvar, és hát egy másik videó. Hogy remélem tetszenek, majd kommenteljétek, aztán majd elválik. Nem tudom, miért megyünk ilyen lassan, mint valami emelkedő van, vagy nem tudom. Visszahúzza. Ja, biztos, hogy ez a rakomány, majd kis vagyunk. Talán kicsit fel tudunk gyorsulni. Na. Ja, mondom, hogy ez itt ilyen gazdasági, hát sok minden nem látszik. Az ő gazdasági ágazat. Aha. Ja, bekanyarodunk itt is. Enter. Na, szép munka. Egy napi kiváló lett. A 1,5% sérülés. Ha nem baj, jó ez. Na, nem sokára már szintet lépünk. Hát azért még nem, de... Na jó, hát akkor ennyi lett volna ez a második videó. Benedek voltam, sziasztok!